So it's not like, you know, like some dogs, like I've seen chocolate labs that have just like, ah, you know, and you could walk them like for days and days and they still have that much energy. They're just like naturally just. Yeah, the only thing is, like, because I live in New York City, so, like, I don't know how much, like, outdoor time that'll get, but I don't know. Oh, yeah. No, I mean, if there's some days where I can't get, like, a huge walk-in with him, he's fine with just, like, even playing with other dogs. Yeah. Come on, puppy! Because that's the thing, they're really social. They like to socialize. Yeah, yeah. And, like, any dog, like, some dogs, he'll walk up to them, and they're just like, yeah, we're going to be best friends. Awesome. And then some dogs like, oh, hey, what's up? Yeah. Do my thing. So. And they're super easy to train too. They are. Sziasztok! Gondoltam, ezt eljöttem, mutatom nektek, ha már van téredő. Mondjuk minden előtt csúró a víz, bakker, mire ide fölmásztam. De szerencsére ma nagyon jó idő volt, és sütött a nap. Most ilyen fedett, ahogy látjátok, de ilyen hűvös szél fújt. Inkább azt mondom, hogy hűvös volt éjszaka, meg igen hideg volt. Szevasz Petros, szia Kriszti! És hát nem mondom, hogy nem felettem, amire ide felmásztam, de a mai naptól nagyon féltem. Néztem a szintrajzot, és ilyen, hát láthatjátok, hogy ilyen a lentrabb büdös ranyogó kellett följönni. És ez már a második ilyen nagy hegy, és van még egy ezek után, ami még magasabb. Most ez a Lion's Head szikla, ami így állok. És mint láthatjátok, ugye vasárnap van egy túratársam is itt. Hello! Úgyhogy ő is így nézelődik. Jaj, mindig jobb őt simogatni, mint egy macit, nem? Viktor, kérek fagyit! Most azonnal! Végem van. Jaj, el kell nektek meséljen. Tegnap ilyen, hát nem tudom, valami elöntött Egyesült Államot a jótékonyság, legalábbis velem szembe. Egész nap olyan emberekbe botlottam, akik valamilyen módon segíteni akartak. Ugye egy campsite-ba aludtam. Továbbra is sajnálom, hogy nem tudom veletek megosztani a podcasteket, pedig becsülettel nyomom minden nap, de az az igazság, hogy ezen a telefonon van net, a másikon meg készítem a fotókat, meg mindent. És tudom, hogy telefonról meg lehet osztani, mint hotspot, de egyszerűen nem, tehát hiába osztom meg, annyira lassú, hogy nem tölti fel. És miután idáig még egyszer se álltam meg, nem volt olyan, még amikor valahol ettem, ott se volt wifi, tehát egyelőre nem tudtam sajnos veletek megosztani, pedig van macis videóm is, meg fotó, meg minden ilyenek. Úgyhogy Feri, szevasz, hogy megy a bringa? Na szóval, visszatérve, tegnap lépten nyomon, akik beütköztem, azok megpróbáltak segíteni. Volt, hogy így gyalogoltam, egy ilyen campsite-ba aludtam, onnan ilyen 6 km volt az út, onnan még 2 km a település. Ilyen outdoor shopba szerettem venni egy ilyen futó shortot, de megszűnt az üzlet. Szóval, hogy sétáltam, és mellettem megállt egy autó, egy ilyen bácsi kiszólt, hogy hova megyek, majd hogy elvinne. Tehát mondtam, hogy csak ide jöttem volna. Úgyhogy ez volt az egyik. Aztán volt egy, inkább leülök, azt hiszem, az jobb lesz. Aztán volt egy másik, aki később, ahogy kijöttem az erdőből, ott ült már három ilyen hiker srác, meg egy pasi, aki Manhunter, tehát embervadász névre hallgatott. Aztán kiderült, hogy a neve az eleve Hunter, és ő pedig kólát kaptam tőle, gyüvegvizet kaptam tőle, halmaszósz kaptam tőle, csináld nekem magyaróvajas, narancs és sárga barackekváros szendvicset. Aztán, ahogy mentem be a településről, aludtam, mert ez egy nagyon pici kis falu, de gyönyörű. Van egyetlen egy kávéháza, ami 4-kor bezárt, persze, én 6-ra értem oda, de a hátsó udvarba megengedik, hogy felverjék a sátrat. És aztán én voltam egyedül, és
És ahogy mentem oda, akkor is megállt egy autó, kérdezte, hogy ruháj, kerülök, minden, de kaptam egy gyönyörű, nagyon finom, nagy paradicsomot, meg egy uborkát. Aztán ugye én ugyan verhettem fel a sátramat itt, szembe volt egy férfi, pont pakolt, és kérdeztem, hogy nem tudja segíteni, hogy itt nem találok senkit. Kiderült, hogy egy francia férfi, és pont az nap költözött oda, úgyhogy éjszakára így a powerbankemet, meg a telefonjamat odaadtam neki, és akkor feltöltötte legalább, mert lemerültek. Meg ment vásárolni rá egy fél órára, és elvitt. Úgyhogy nagyon-nagyon jó fej volt így tényleg így mindenki a tegnapi napon, de éjszaka viszont hideg volt. Szóval nem véletlenül mondtam nektek, hogy próbálom nyomni a mérföldeket. Túl vagyok az 1500. mérföldön, úgyhogy már csak 600, nem tudom, hogy mennyi van hátra, tehát még több mint 1000 kilométer, 1100, nem tudom, mennyi van még hátra egy kilométerbe átszámítva, de hát a lényege, hogy a kétharmadát lenyomtam az Appalachian Trailnek. Ugye most, amikor visszajöttem, akkor, de hát mondom előre, hogy van ugye Georgia, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York, most vagyok Connecticutban, és hát ha jó Isten megsegít, akkor holnap beérek Great Barringtonba, és az már messze csak lesz. Úgyhogy holnap valamikor napközben lesz a határ, az már nagyon várom. Nagyon, nagyon durva két hegy van még előttem. Az egyik, az a Bear Mountains, ugye ez a Lion's Head, aztán jön a Bear Mountains, még ma, és utána a következő pedig ez nagyon vicces a neve, nem Mount Everest, hanem Mount Everett. De a szintrajza az nekem úgy néz ki, úgy, még ha nem is olyan magas. Úgyhogy próbálom tolni, mondom, szerencsé jó idő van, de már a tegnap éjszakából azért lehetett érezni, hogy azért megyünk bele az őszbe, a levelek is kezdenek sárgulni, úgyhogy nagyon parázom, hogy azért odaérjek még a hó, meg a nagy hidegek előtt, mert eleve, hogy megyek felfelé, egyre hidegebb lesz, és ugye New Hampshire és Maine már ott bármikor lehet hó. Úgyhogy különben jó vagyok, nagyon féltem a szintektől a mai nap, szó szerint így rá voltam stresszelve, de tök jó ment, tehát, hogy így, jó Istennek, talán ma volt az első olyan nap, amikor azt éreztem, hogy úgy tudok fölfele jönni, mint régen. Idáig azért oké, hogy minden nap mentem, meg nyomtam, de nagyon-nagyon elfáradtam. És most így meglepően jól ment. Mondjuk az is hozzátartozik, hogy idáig olyanon kellett följönni, itt kivéve a legvégét, mert ez nagyon durva sziklás szarban kellett fölmászni, de hanem olyan ösvényen, ami jól tudtam jönni fölfele. Azt tudom, hogy a speciál pont ez a Mount Everett az is, ami mászni kell, meg azt hiszem a Big Bear és a Bear is, ami a következő. Meg hát mindig a túloldal, ezek a lefele menetelek, azok gázosak, és hát mondjuk hála jó Istennek ma még egyelőre nem esett az eső, mert ilyenkor ezek borzasztóan tudnak csúszni. Szóval ne engem nézzetek, megmutatom nektek még egyszer a tájt, aztán elindulok, mert még naplemente előtt szeretném elérni a campsite-ot. Na, sziasztok! Még kell bemutatom nektek. Milyen szépek a felhők is. Ez az, amit én annyira imádok, amikor így egybe lehet látni a horizonttól a horizontig mindent. Szóval sziasztok!